Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kér tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint védikus, asztrológiával együtt, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat, a díjam 10 000 forint. Az első kérdés, mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt felül és alul látható. Mindkét képen a kelyhek vannak, és a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Itt a múltról van szó, emlékekről, lehet, hogy ő most visszahúzódó, vagy nem volt kapcsolat az utóbbi időben, de gondol rád, sőt, vannak érzelmek is. Vagy visszagondol a múltra, a szép emlékekre. Itt ez a kép jelenti az ő tartását, a büszke királyi fellépését, hiszen ő a király, és elvárja azt, hogy te így tekints rá. Elvárja azt, hogy megkapja az elismerést, nagyon büszke a tartása, azt akarja, hogy te csodáld őt. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Itt látható szimbolikusan egy hintó, és ez mozog. Előre mennek a dolgok. Itt lesznek döntések, hogy melyik irányba fogjon haladni ez a hintó. Kezébe veszi a dolgokat. Ő a király, újra megjelenik itt, mint egy király, és ezúttal uralkodik a tűz eleme felett. Kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, és vannak szenvedélyek is. Átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Újra a kelyhek. Ezúttal te vagy a királynő, ő a király, te a királynő, és ő is kimutatja az érzelmeit, de elvárja azt, hogy te is megbecsüld őt, és te is kimutasd az érzelmeidet. Így akkor lesz egy kis közelség, találkozás, és itt látható a nagy szerelem. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ez a férfi pénzt kap. Itt lesz nyereség. A pénz kártyájáról van szó, én ezt összefüggésbe hozom az értékekkel, hogy ő értékel téged. Itt látható, hogy visszatekint a múltba, vannak szép emlékek, és segít neked anyagilag, vagy kimutatja az érzelmeit, és elmondja azt, hogy te értékes vagy számára. Itt látható, hogy nagyon sokat töpreng, de az is érezhető a kártyán, hogy gondol rád, és itt megvannak az érzelmek, a szép emlékek is. Itt ez a hintó előre halad. Meg kell állapítani, hogy melyik irányba. Itt látható, hogy vannak nála vagy bírósági ügyek, vagy benne van még egy helyzetbe, ami igazságtalannak tűnik számára. Az is lehet, hogy volt a múltban olyan helyzet, ami igazságtalan volt, mert ő bántott meg téged, vagy te bántottad meg őt. Ezeket a dolgokat is szeretné tisztázni.
de lehet egy bírósági ügy is, ott most előre mennek az események, lesznek fontos döntések. Milyen érdekes, hogy a német nyelvű videóban pontosan ezen a helyen megjelent ugyanez a kártya, a kis betegség. Ez lehet egészségügyi téma is, vagy hogy egy bizonyos helyzet betegít téged, vagy betegíti őt, és ezeket a dolgokat szeretné rendezni. Vagy bocsánatot kér. És itt van egy utazás, lesz egy közös utazás, vagy meg akar látogatni téged. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Itt is látható egy szerelmi kapcsolat, szerencse a párkapcsolat területén. Ahogy látható a képen, ti szeretitek egymást. És itt te vagy látható a kártyán, mint egy jóindulatú hölgy, és ő ennek tudatában van. Megkapod az elismerést, meg a szeretetet is. Vár rád egy nagy szerencse a párkapcsolatot illetően, de szerintem más életterületen is. Az ő jelenlegi helyzete, még van nála egy szomorú hír, vagy te kaptad ezt a szomorú hírt a múltban, ez betegít téged, igazságtalan volt, emiatt töpreng, de ő ezt jóvá akarja tenni. A te jelenlegi helyzeted itt látható egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, esetleg utalhat szimbolikusan igazságtalanságokra, de ezek a dolgok rendeződnek, itt van a szerencse. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!